Magyarország vezető oknyomozó portálja az átlátszó.hu 2015-ben is számtalan korrupciós ügyre derített fényt. Az újságírók célkeresztjébe leggyakrabban politikusok és az ő rokonaik, barátaik, szomszédjaik kerültek. Most eljöttünk a parlamentbe kideríteni, hogy a képviselők vajon mit gondolnak a munkánkról. Ma volt a parlament zárónapja, mi pedig úgy gondoltuk, hogy megkérdezzük a képviselőket, ismerik-e az átlátszó.hu-t. Szavazni egy elnök úr, most biztos, hogy... Ön a Havasi Bertő? Nem, nem. Tisztelt Orbán úr. Lerényi. Azt szeretném tisztelettel. Nem ismerem. Nem? Nem ismerem. Átlátszó.hu. Meg fogom ismerni. Ismerem az átlátszó.hu-t. Jó napot kívánok. Jó napot. Igen, ismerem. Hát nem szoktam olvasni, mert nincs időm nekem. Ja, megértem. És hogyha... De tudok róla, hogy létezik, igen. Igen, és mondom, bocsássam, hogy már fogok szóval elrakni. Elnézést, képviselő, feltárnék néhány kérdést. Nem ismerem az átlátszó.hu, nem érdekel az átlátszó.hu. Egyébként az a véleményem, hogy túl sok ilyen van. Van minden fogalmam róla. Örömmel hallottuk, hogy a megkérdezett képviselők közül sokan hallottak már az átlátszóról. Ugyanakkor nem volt könnyű dolgunk szóra bírni őket, mivel az év utolsó ülésnapját tartották, ahol több törvényjavaslatot is meg kellett szavazni. A komoly munka ellenére úgy éreztük viszont, mintha egy olyan osztályterembe csöppentünk volna, amelyet egy pillanatra magára hagyott a tanár. Azt is szerettük volna megtudni, hogy a képviselők milyen cikkeket várnak tőlünk a jövőben. Milyen cikkeket olvasni az átlátszótól? Megtalálják, hogy hol van az a 150 milliárd forint, amit a Questor csoportban eltüntettek. Nagyjából ebben a keresztmetszetben mindent. Éppen a Magyar Hírlapnak adok interjút, úgyhogy nem érek rá, hogy próbáljanak meg később. Később elcsinálni. Oknyomozó tényfeltáró, az része van, teljesen rendben. Itt folyamatokat kell látni, hogyha ezeket a folyamatokat az átlátszó, ahogy eddig is, ezután is bemutatja, akkor szerintem értékes is jó úton jár. Sok dolgom van, nem pöcsölök ezzel, vagy... Válaszoltam ennek. Mondtam, hogy nem ismerem. De azt is, hogy megismerem. Nagyon keveset olvasom az átlátszó.hu-t. Baj? Én nem tudom már. Olvasa gyakrabban. Jó. Így jó. Én önökről szeretnék, hogyha önök megírnák magukat, hogy hogy néznek itt ki. A viszontlátás. Továbbiakban is a rendelkezésük állunk. Önöknek megmutattunk minden olyan szerződést, amire önök kíváncsiak voltak. Továbbra is állunk rendelkezésükre. Ezek után, mivel nincs mit akargatni, én azt szeretném, hogyha valós tartalmú cikkeket olvashatnánk továbbra is önöktől. Köszönjük mindazon olvasóinknak, nézőinknek és hallgatóinknak, akik velünk tartottak és támogatták munkánkat 2015-ben. Jövőre is hasonlóan alapos oknyomozó cikkekkel várjuk Önöket. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek!